kibocsátó istentisztelet üllön. A városvezetés a lakosság nevében mondott köszönetet a nyugdíjba vonuló dr. Kun Máriának. Minden idők legnagyobb zajvédelmi programját indítja el a Budapest Airport. 3 évre elosztva mintegy 1,2 milliárd forint összeget fordítanak a projektre. Üllővezér napján. Június 25-én rendezte meg hagyományos programját az Üllővezér Hagyományőrző Egyesület. Akinek szívügye a helyi história. Bemutatkozik az üllői helytörténeti gyűjtemény kezelője. Nyári döntések. Fontos közérdekű és személyi kérdésekről is határoztak a képviselőtestület tagjai. 40 éves a Tátika óvoda. Jubileumi heti színes rendezvény sorozattal tisztelegtek az elmúlt 4 évtized történései előtt. Semmelweis napgyálon. Idén ketten vehették át a dr. Pusztai Lajos emlékdíjat. Gyál közművelődésért díjat kapott a logopédus. A Tátika óvoda munkatársa óriási megtiszteltetésnek tartja a városi elismerést. Új elnök a cukorbetegek élén. A gyáli cukorbetegek már az Egyesület új elnökével vettek részt a Botrafel programban. Igazgatási szünet Maglódon. Július 18-a és 29-e között szünetel az ügyfélfogadás a maglódi polgármesteri hivatalban. Városnapok a lokálpatriotizmus jegyében. A városreavatás 15 éves évfordulóján a büszke maglódiság is a középpontba került. Fókuszban a hulladékgyűjtés, az útfelújítás és a járdaépítés. Az étkeztetési díjak emeléséről, a csoportszobák és tantermek felújításáról is döntöttek Ócsán. Fogadhajtó verseny Vasadon. 4 kategóriában 32 fogad szállt versenybe az értékes kupákért és érmekért. Felújítása a Budapest-Cegléd-Szolnok, 100 a vasútvonalon. Egyedülálló, nagy teljesítményű ágyazatrostálógép most Vecsésnél állt